Ebben az esztendőben is a Damnicki cukrászda adott otthont a Magyar Cukrászipartestület immáron 25. év fagylatja versenyének. A verseny célja a klasszikus és hagyományos jó minőségű kézműves fagylat népszerűsítése. Idén Vas, Veszprém, Komárom-Esztergom és Fejér megye régiós verseny fagylatjait zsűrizte a rangos szakmai grémium. És a verseny célja az az, hogy a kézműves fagylaltok minősége változzon és hogy javuljon. Azt gondolom, hogy az elmúlt 25 évben ez a verseny is tökéletesen jó példa, és sokat segített abban, hogy egyre több helyen egyre jobb minőségű fagylaltokat kínálnak. A versenykiírás egyébként egyre szigorúbb, és tényleg csak mindenki saját készítésű fagylalt alapokkal, varegátokkal, díszítéssel, és egyéb szóratokat, mindent el kell készíteni saját magunknak a versenyzőknek, úgyhogy ilyen félkész vagy kész termékeket nem használhatnak. A versenyfagylaltok csak természetes alap és járulékos anyagokkal, természetes állományjavítóval készülhettek, és kizárólag saját készítésű öntetekkel ízesíthették és díszíthették a mesterek. Hát ami öröm számunkra, hogy mondjuk a fagylatoknak a megjelenése az utóbbi években nagyon sokat javult, tehát a díszítése szerintem már nincsen probléma, nagyon szépek a fagyik, az állagok is, azt gondolom, hogy amit ma kóstoltunk, szinte mindegyik teljesen megfelelő volt. Az ízekkel és az ízek harmóniájával még egy picit lehet játszani, nyilván volt ebből a 10-12 fagylatból, ami egy kicsit jobb volt, és volt, ami talán egy picit kevésbé. Nagyon sokan használtak gyümölcsöket, úgyhogy most inkább ez volt talán az itteni régiónak, hogy akár trópusi, akár hazai gyümölcsöket, de hangsúlyos volt a gyümölcsöknek a felhasználása. A megmérettetés idén is kétfordulós, a régiós elődöntő után, ahol kész fagylatokkal indultak a cukrászok, következik majd az ipartestület székházában a döntő, ahol egy tanműhelyben kell helyben elkészíteniük a finomságokat a versenyzőknek.